Tehát akkor a Skyway Capital bemutatja a kockázati befektetést a Skyway vállalatcsoportba. Miről lesz ma szó? Egy olyan jelenleg startup fázisban lévő cégcsoportról lesz szó, hogy a szállítási ágazat gyökeres megújításán dolgozik, és a szállítási piac várhatóan 50%-át meg fogja hódítani a jövőben. Ehhez új, innovatív, saját fejlesztésű technológiát alkalmaz. Miért jó ez önöknek, és milyen hasznot szerezhetnek ebből? Hogyan képes a projektfinanszírozásban történő részvétel anyagbiztonságot nyújtani a közeljövőben és hosszú távon önöknek? Miként képesek a cég megoldásai a természetes környezetünket megmenteni, számukra élhető körülményeket teremteni? Mit tartalmaz a húrszállítási technológia, és milyen előnyei vannak a meglévő szállítási technológiákkal szemben? És néhány szó arról is esik, hogy hogyan lehet már azonnal keresethez jutni. Alapvetően a diákon csak képek lesznek, a szöveges tartalom az tőlem hangzik el szóban. Több tízezer évvel ezelőtt az ősember elkezdte használni a tüzet. Ez volt a technológiák legelsője. Őseink tüzet rakva melegítették fel barlangjaikat és sütötték meg az elfogott vadat. Sokan közülük még 20 évet sem éltek, mert a tüdőrák elvitte őket. A barlangokban elviselhetetlen füst volt. Mi változott azóta? Az emberiség technológiailag megerősödött, és jelentősen megnőtt a tűz felhasználása. A tűz működteti a gépjárművek motorját, a dízelmozdonyokat, a hajókat és a repülőket is. Tűz ég a hőerőművekben. Elnézést, csak itt volt egy kis hiba. Tűz ég a hőerőművekben, atomerőművekben, a gyárak kemenceiben. Káros anyagok egész csokra kerül ki a levegőbe, ami többszörösen felülmúlja az őskori tűzhelyet. A föld és légi közlekedésnek köszönhetően olyan levegőt lélegzünk be, olyan vizet iszunk, olyan ételt fogyasztunk, amiben a periódusos táblázat fele benne van. Nitrogénoxidok, szénmonoxidok, kéndioxidok, kénoxidok, aldehidek, benzopirén, krom, arzén, higany, ólom, klór, policiklusos aromás szénhidrogének, radioaktív izotópok. Ezeket az anyagokat a végtelenségig lehet sorolni. Pontosan ezt a levegőkeveréket lélegezzük be, amikor elmegyünk egy parkba friss levegőt szívni. A gépjármű állomány növekedése ezen anyagok koncentrációját halálos mértékűvé növeli. Ne felejtsük el a repülés sem. A több hajtóműves repülőgépek óriási lyukat, minden egyes nehéz rakéta indítása az ózonrétegben akkora lyukat okozna, mint egy európai ország mérete. A század végéig a közlekedési balesetekben és katasztrófákban a jelenlegi statisztikák szerint közel 150 millió ember fog elhalálozni, és 1,5 milliárd válik mozgássérülté nyomorékká. Hogyan előzzük meg ezeket a szörnyű áldozatokat? Miként őrizzük meg bolygónkat zöldnek és nem almaszürkének? Lovakat használjunk? Gyalog járjunk? Napjainkban a Föld felszín egyre zsúfoltabb, újabb és újabb földterületeket von be az emberiség az iparosításba és az infrastruktúrába. Rohamosan növekszik a gépjármű állomány, a sokasodó emberiség számára egyre több időt vesz igénybe eljutni egy másik pontba, még a tömegközlekedési eszközökkel is. Régóta próbálkoznak a szakemberek a szállítást a Föld felszíne fölé emelve, magas vezetési pályán megvalósítani, de ennek egyik legnagyobb hátránya a magas költségek, hiszen egy masszív pályát kell megépíteni. Anatoly Eduardovics Junicki 40 évvel ezelőtt a közeli űr rakéták felhasználása nélkül meghódítására kidolgozta a planetáris szállítóeszköz elvét. Ennek egyik alapelve az egyenlítő mentén az egész Földet körülölelő pálya építése, melynek a tartó szerkezetét előzetesen megfeszített elemekből, húrokból tervezte meg. Ez a megoldás jelentős anyagmegtakarítást és költségcsökkentést jelent. Ez lett a Junicki féle húrszállítási rendszerek egyik alapvető eleme. A rendszer brandje az évek során a Skyway lett. Ki is Anatolij Eduardovics Junicki? Tudós, feltaláló, a Skyway húrszállítás megalkotója és főkonstruktőre. Két ENSZ projekt vezetője, 140 találmány megalkotója az építés, a szállítás, a gépipar, az elektronika és a vegyipar területén. Több mint 200 tudományos munka és 18 monográfia szerzője. És ő a Skyway cégcsoport elnöke.
nagyon sok elismeréssel rendelkezik, többek közt összoros kiállítási központ kép aranyérmével, két aranyszekérdíja, egész pontosabban most már három aranyszekérdíja, az év projektje szállítási ágazat nominációban. Az orosz védjegy három aranyjelvényével, a tudomány és művészet logológia kitüntető címet viseli, és nemzetközi kiállításokon 30 különböző oklevél elismerték el munkásságát. A SkyWay húrszállítás egy energetikai és szállítási kommunikátor magas vezetésű pályán, tehát a Föld felszíne fele. A szállítási eszközök acélkerekű, elektromos járművek, melyek speciális úgynevezett húrsineken közlekednek. Az alapvető szerkezeti különbség más magas vezetésű pályákhoz képest az előfeszítettség, az útpálya hiánya, csökkentett építőanyagigény és a láthatóan könnyű szerkezet. A szállítási rendszer legfőbb előnyei a gazdaságosság, a környezetbarát kialakítása, nincs káros anyagkibocsátás, a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a biztonságosság és ezekből következően a magas piaci konkurencia képesség. Nincs ehhez hasonló szállítási megoldás. Képes az összes szállítási igény kielégítésére, és a jövőben lehetőséget biztosít az egységes energetikai, információs és szállítási világhálózat kialakítására, ami a Transnet nevet kapta, mely lehetővé teszi civilizációnk számára egy minőségileg új fejlődési szakaszba lépni. A tervek megvalósítása érdekében lett létrehozva a SkyWay cégcsoport, aminek az egyik fő célja a SkyWay Technológia bemutató engedélyeztetési központjának létrehozása, az Ecotechnopark megépítése. A cégcsoport a cégbe történő befektetések bevonása céljából a közösségi finanszírozás, angol nevén a crowdfunding elveihez fordult. A projektben résztvevők magas száma miatt ez a modell lehetővé teszi megfelelő mennyiségű tőke felhalmozását a cég fejlesztésének kezdeti szakaszában. Minden befektető társtulajdonosnak minősül a húrszállítás alapjához szolgáló technológiában, akik a későbbiekben a cég részvényeseivé válnak. A szakértők szerint a cég a közeljövőben képes lesz a szállítási világpiac 50%-ának megszerzésére. A közösségi finanszírozás, azaz crowdfunding, egy növekvő népszerűségű finanszírozási forma, mely képes a korai fázisú vállalkozások, más néven startupok tőkehiányának fedezésére. Lényege, hogy az internet lehetőségét kihasználva kiiktatja a közvetítő intézményeket, és közvetlenül kapcsolja össze a befektetőt és a finanszírozást igénylő vállalkozót, így jelentős költségeket takarít meg. A tőkealapú közösségi finanszírozás, az Equity Based Crowdfunding, rövidítve ECF, lehetővé teszi a kezdő vállalkozások számára, hogy az interneten keresztül közvetítő intézmények nélkül alacsony költséggel a tulajdonosi részesedésük meghatározott hányadát eladják az érdeklődő befektetőknek. Részvényeik ilyen formában történő értékesítésével lehetőségük nyílik a kezdő finanszírozási nehézségeik fedezésére. Ezen kezdeti nehézségek általában abból adódnak, hogy a tradicionális finanszírozási formák, például a bankok, az üzleti angyalbefektetők és a kockázati tőkebefektetők képtelenek számukra megfelelő tőkét juttatni. Az ECF nem csupán képes az általuk üresen hagyott finanszírozási rés kitöltésére, hanem bizonyos előrejelzések szerint hamarosan át is veszi a vezető szerepet a korai fázisú vállalkozások finanszírozásában. A SkyWay projekt is egy ECF vagy részvénytípusú finanszírozás. A részvények megvásárlásával a befektetők szertesznek egy adott mértékű tulajdonrészre, és igényt tarthatnak a vállalkozás jövőbeni pénzáramlója meghatározott hányadára. A hozam kifizetése osztalék vagy árfolyamnyereség formájában történik. A befektetők legfőbb előnye, hogy számottevő pénzügyi megtérülést érhetnek el. Az árfolyamnyereség a befektetési eszköz például a részvények értékesítésekor számított eladási ár és a befektetési eszköz korábbi megszerzésekor fizetett vételi ár különbsége. Önök most kedvezménnyel tudnak befektetni a cégcsoportba, azaz úgynevezett diszkonttal tudják megvásárolni a cég részvényeit. A jelenlegi 12. fejlesztési fázis szerinti diszkontok 1:17 és 1:80 között vannak, ami azt jelenti,
hogy akár 80 dollár leendő értékű részvényhez most csak 1 dollárért juthatnak hozzá. A részvények névértéke és a tőzsdei első nyilvános forgalomba hozatal, angol rövidítéssel az IPO értéke 1 dollár. A piacon történő megjelenés, a nyilvános kereskedés, a várható nagy érdeklődés a részvények értékét jóval az 1 dolláros névérték fölé viszi majd. Ez látható az ábrán, és a háttérben az angol nyelvű ábrán az látható, hogy a részvények várható értéke az évek folyamán hogy fog növekedni, és a sötétebb hátterűn pedig a diszkontok alakulása látható, ahol lehet látni, hogy a startup szakaszban történő előhaladással egyre kisebb mértékűek a diszkontok, tehát a befektetett pénzért egyre kisebb mennyiségű részvényhez lehet hozzájutni. Önöknek lehetősége van arra, hogy részt vegyenek, támogassák a projektet, befektetőkké válhatnak. A Skyway cég lehetőséget kap az önök támogatásával, az áttörést jelentő innovatív technológiája nemzetközi piacra történő kivitelére, a projekt résztvevői e technológiák társtulajdonosaivá válnak. Miután a technológia kilépett a világpiacra, a befektetők osztalékot fognak kapni a vállalat nyeresége után, azaz a világban megvalósított hatalmas számú célprojekt vállalati profitjából osztalék illeti meg önöket. Beszéljünk most egy kicsit a Skyway húrszállítási rendszer technikai oldaláról is. Képzeljenek el egy könnyű vonatot vagy egy sportkocsit vaskerekeken, amelyik sima és sík sineken mozog. A sinekben drótkötelek vannak kihúzva több száz tonna erő előfeszítéssel. A precízen egyenes felületnek és a tökéletes aerodinamikai tulajdonságával rendelkező gördülállománynak köszönhetően az 500 km per órás sebesség is elérhető. Az utazás heted annyiba fog kerülni, mint egy hagyományos vonaton. A biztonság összehasonlíthatatlanul jobb, mint a gépjárműveknél. Az utazáshoz tized annyi villamos energia kell, és ez még nem minden. A speciális húrsinek könnyű, de rendkívül erős oszlopokon fekszenek. Ezáltal megkímélhető a termőtalaj, melyet a mai közutak és a vasút négyszer akkora területen foglalnak el, mint Nagy-Britannia területe. Ez a talaj élő fog maradni, lélegezni fog, és ezen a talajon élő növények oxigén tudnak termelni, mely több milliárd embert ellátnak oxigénnel. A következő diákon a Skyway húrszállítás alapelvét ábrázolta Jurij Sakunenko egy nagyon egyszerű kis rajzzal. Ugye az alapelv az, hogy a Föld felszínén közlekedik egy jármű. Ezt, hogyha a levegőbe emeljük, úgynevezett magas vezetési pályára tesszük, és az legalább a jármű hosszának kétszeresével, annak magassága a jármű hosszának kétszeresével megegyezik, akkor megszüntethető az úgynevezett földhatás vagy párnahatás. Ezáltal sokkal-sokkal jobb aerodinamikai tulajdonságokat lehet elérni. Ennek részleteiben nem mennék bele, hiszen ez fizika, nem hiszem, hogy sok mindenkit érdekel, viszont az erről szóló dokumentumfilmet, melyben maga Anatoly Junicki mondja el ezeket az elveket, a YouTube csatornán meg lehet tekinteni magyar hangfelmondással. Aztán, hogyha ezeket a tartóoszlopokat meg tudjuk ritkítani, akkor nagymértékű anyagmegtakarítást tudunk elérni. Ennek ezt úgy lehet elérni, hogy feszített úrpályát alkalmazunk, így a terhelés nem ezeken az oszlopokon van, hanem az úgynevezett feszítő oszlopokon van, és közte már jóval kevesebb tartóoszlopra van szükség. A hagyományos járműnek elég nagy a légellenállása, ezt itt úgy próbálta a szerző ábrázolni, hogy egy kockát rajzolt, amiről mindenki tudja, hogy elég nagy a légellenállása. Ha ezt áramvonalássá tesszük, jó aerodinamikai tulajdonságokkal ruházzuk fel, akkor energiamegtakarítást érhetünk el, tehát jóval kevesebb energia szükséges ahhoz, hogy mozgásba hozzuk, illetve mozgásba tartsuk ezt a járművet. Illetve a hagyományos vasúti járműveknél, a mozdonyoknál bonyolult mechanikai és elektromos áttételek vannak,
Ezt, hogyha leegyszerűsítjük, és a Skyway egyik, mondhatjuk így találmányát, de igazából nem találmány, hanem alkalmazott technológiáját vesszük felhasználásra, ez az úgynevezett motorkerék, ahol is a motor, illetve a kerék egy tengelyen egybe van építve, akkor ezeket a bonyolult mechanikai szerkezeteket meg tudjuk takarítani, ez anyagmegtakarítást jelent, illetve hiba lehetőséget is kizár. Tehát látható, hogy megtakarítást lehet elérni a pályaszerkezettel, anyagmegtakarítást, energiamegtakarítást lehet elérni a jármű ellenállásának csökkentésével, és a bonyolult mechanikai szerkezetek elhagyásával is további anyag, illetve energia megtakarítást lehet elérni. Ezen a dián a kurpálya, kursin elvi elgondolása látható, hogyha ugye magasba emeljük magát a húrt, itt a gitár azért van itt, hogy az lehet hasonlítani, mint egy gitárhúr, vagy pedig mint egy kötéltáncosnak a drótkötélpályája. Ez ugye a tartóztopok között behajlik, mind a súlya, mind pedig az előfeszítettség hiánya miatt. Ha ezt megfeszítjük, úgy, mint ahogy az alsórajz mutatja, akkor teljesen egyenessé válik ez a pálya. Ha most a terhelést, a megfeszítést átterheljük a föld felszínére, akkor a köztes tartóztopok is száma is csökkenthető, amivel további ugye anyagmegtakarítást lehet elérni. Erre helyezzük el a járművet, és így néz ki a, bocsánat, visszalépek, tehát így néz ki a Uniski féle kurszállítás alapelve. Ez a díj azt próbálja ábrázolni, hogy az előfeszítést, a húrok úgynevezett megfeszítése, ez egy korábban kitalált, alkalmazott technológia. Ugyanúgy épül fel az Eiffel-torony, amelyet ugye Gustav Eiffel tervezett meg, illetve több hatalmas torony is, amely több száz méter magas. Ezek pontosan ugyanúgy vannak kialakítva, hogy belül ugyanúgy egy húr, egy drótkötél tömeg van, mely több száz tonna erővel a földhöz van megfeszítve, és ez veszi át a terhelés szerepét. Ugye, ha ez nem lenne, akkor elhajolna, eldőlne az oszlop, pontosabban a torony, hiszen iszonyatos terhelés lépne föl, és a legkisebb szélerő is borzalmas terhelést jelente számára. Ezen a dián a Kursin keresztmetszete látható. Hogy is néz ez ki? Acélhúzalokból acélpászmát képeznek, majd ezeket az acélpászmákat egy kötekbe fogják össze, ez az úgynevezett húr. Ebből a húrból többet helyeznek el, ebben az élére állított téglatest formájú sínházban, ez egy belső üreges terület, ez egy acélszerkezet. Majd ezt egy speciális betonnal kiönték, aminek többféle feladata van. Rögzíti a húrokat, a terhelést, a sínház falaira jutó terhelés mértékét csökkenti, megosztja, merevebbé teszi, bizonyos mértékű konzervációt hajt végre, hiszen légmentesen töltik fel ezt a belső teret, ami megakadályozza a nedvesség bejutását, illetve megelőzi a korróziót, megakadályozza, és speciális adalékanyagokat felhasználva nagymértékű zajcsökkentést érhetnek el. Ezen felül látható az úgynevezett sínfej, amely teljesen egyenes, teljes mértékben sík, ezzel nagymértékben eltér a mai hagyományos vasúti sínektől. Itt a Uniski féle húrszállítási rendszer néhány megoldását lehet látni. Ugye a felső képen a hagyományos előfeszített húrsínpálya látható, aminek természetesen a műszaki megoldásból, illetve a műszaki tartalomból adódóan van egy bizonyos terhelhetőségi határa. Ennek a terhelhetőségét úgy nevelte meg Uniski úr, hogy a merevítőrudas rácsos tartó pályaszerkezetet alkalmazta a tartóoszlopokon.
ez jóval nagyobb terhelést bír ki, és az érdekessége ráadásul még az, hogy mind alsósínes, mind felsősínes megoldásban használható. Hogy mi az alsósínes, mi a felsősínes, az a jobboldali ábrán látható. Gyakorlatilag az alsósínes az, amikor alulról van a sín, és ezen van rajta a jármű, ezen halad. A felsősínes az, amikor az alváz, a kerekek, a maga a jármű felett van, és ez alá van a sín behelyezve. Tehát gyakorlatilag az alváz és a szállítójármű között van az úgynevezett sín. És van egy harmadik megoldás, az úgynevezett belógó függővasút. Ez ugyanúgy előfeszített húrokból van. Ennek a lényege az, hogy többek között a gravitációs energiát föl lehet használni a mozgáskor. Rendkívül nagy teherbíró képességű, és a műszaki tervek szerint ezzel nagy távolságok igazolhatók el. Az épülő ekotechnoparkban van egy ilyen pálya, ahol a két oszlop közötti távolság 400 méter, de Junicki úr több előadásban is elmondta azt, hogy maga az elv, a rendszer képes arra, hogy 5 vagy akár 7 km távolságra lehet elhelyezni két feszítő oszlopot egymástól. Itt ezen a dián középen látható egy fém szerkezet, ez az úgynevezett motorkerék. Balról jobbra haladva, amin ez a piros szegély látható, ez maga ez a vékony fémtárcsa a kerék, mellette a dob maga a motor, a villanymotor, jobb oldalon pedig egy hagyományos tárcsafék látható. Tehát így van egybeépítve, így néz ki az úgynevezett motorkerék, melyen nagy energiamegtakarítást, illetve anyagmegtakarítást lehet elérni, hiszen ezzel a villanymotorral, mint ahogy a dián is látható, három utassal 150 km per órás sebességet fenntartva 100 km-re, 3,5 deci üzemanyagnak megfelelő villamos energiával lehet eljutatni három utast. Ez egy rendkívül nagy energiamegtakarítás, hiszen ilyen mennyiségű villamos áramot nem kell nagy erőművekben előállítani, azt megújuló energiaforrásokkal, szélenergiával, illetve napenergiával lehet biztosítani. A cég másik nagy találmánya, alkalmazása az úgynevezett kisiklásgátló szerkezet, ez a jobb felső dián látható. Ennek az a lényege, ugye felül az úgynevezett motorkerék látható, tehát a kerekek is innen haladnak, és erre derékszögben, 90 fokban elhelyezve látható oldalról feszül neki a sineknek az úgynevezett kisiklásgátló, magyarul a két széléről ezek a pályán tartják a kerekeket, és így elérhető az, hogy a két sinnen kívül nem kell mást megépíteni, tehát nem kell egy egybefüggő pályát építeni, ezáltal az aerodinamikai tulajdonságok is javulnak, illetve jelentős mértékű anyagmegtakarítást lehet elérni. Ez a dia arról szól, hogy a magas vezetésű pályán a földhatás kiiktatásával, a megfelelő aerodinamikai tulajdonságokkal rendelkező járművel sokkal jobb légellátási tulajdonság érhető el, addig míg a föld felszínén az úgynevezett CX légellátási érték maximum 0,2, addig magas vezetési pályán ezt az értéket sikerült lecsökkenteni 0,5-ra. Fantasztikus érték, és amikor ez működni fog, méghozzá a nagysebességű szállítási rendszerben látni fogjuk azt, hogy micsoda előnye van ennek. Néhány dia arról, hogy hasonlítsuk össze a Skyway technológiát, a húrszállítási rendszert más szállítási módozatokkal. Itt a tőkeköltségek láthatók, tehát egyszerűen mondhatnám azt, hogy mennyi pénz kell ahhoz, hogy megépítsük a működő rendszert,
és egymás mellett itt láthatók ebben a kis grafikonban különböző rendszerek. Balról jobbra a Skyway, a maglev, ami nem más, mint a mágneses lebegtetésű vasút, a metró, méghozzá föld alatti változat, utána az úgynevezett könnyű metró. Ez egy új, viszonylag új technológiai, technikai fogalom. Ez egy könnyű járművet, könnyű szerkezetet jelent, amely ha kell a föld alatt halad, ha kell a föld felszínén halad, zárt pályán, ami gyakorlatilag egy villamos is lehet. A lényege az, hogy a forgalmi adottságoktól függően ezt vagy a föld felszínén, vagy akár a föld alatt viszik el. A lényege, hogy nagy sebességet lehessen elérni a hagyományos városi közlekedéssel szemben. Utána az úgynevezett egysínű vasút jön, a gépjármű közlekedés, a sima, hagyományos villamos, a függővasút, a hagyományos vasút, illetve a nagysebességű vasút az utolsó, méghozzá magas vezetésű pályán. Tehát látható, hogy kilométerenként, millió dollárban kifejezve, vagy pontosabban feltüntetve, mekkora tőkeköltség kell ahhoz, hogy megépítsünk egy kilométernyi ilyen rendszert. Hát a bal oldalt van a Skyway, ez a kis fehér oszlop, látható, hogy alacsonyabb bármely rendszerhez képest. További előnyök, hogy kompozit hússíneket lehet használni, ennek az első tesztjei, próbái már megtörténtek, ez egy nagy szilárdságú anyag, könnyű anyag és rendkívül időtálló. És mint ahogy mondtam, nincs szükség egybefüggő útfelület építésére, tehát ezzel további anyagmegtakarítást lehet elérni. Ezen a dián a Skyway szkálító kapacitása látható. A képen az U4 210-es 14 személyes unibusz látható. Évente 365 millió embert képes szállítani, és ez lebontva havonta, naponta, óránként, percenként, másodpercenként. Ennek a lényege az, hogy még hogyha kicsi is egy járműnek a szállító kapacitása, de két jármű biztonságosan az automatikus vezérlésnek köszönhetően két másodperces időközzel tudják egymást követni, ami, hogyha egymás után teszik a sok járművet, egy nagyon nagy szállítókapacitást jelent. És elsősorban, ami nagyon fontos, nagy sebességgel. Ennek az összehasonlítása látható ezen a grafikonon a szállítókapacitásnak más szállítási módokkal. Föntről lefelé függővasút, villamos, autóbusz, egysínű vasút, könnyű metró, a föld alatti metró és a Skyway. Itt pedig az elérhető sebesség az adott személyszállítási rendszerrel. Függővasút, villamos, autóbusz, egysínű vasút, könnyű metró, föld alatti metró és a Skyway. A Skyway-jel 80 km per órás átlagsebességet lehet fenntartani a városi területen, és maximálisan, különösen az elővárosi területeken 150 km per órás sebességgel tud közlekedni. Jelenleg a tömegközlekedési eszközök közül egy sem képes erre. Egy rövid kis összehasonlítás a Skyway és a metró között. A szempontok a tőkeköltség, a szerkezet bonyolultsága, a gördülállomány befogadó képessége, a maximálisan elérhető sebesség, az átlagsebesség, a követési idő és a projekt megtérülési ideje. Látható, hogy jelentős előnnyel rendelkezik a Skyway szállítási technológia. Addig még egy metrónak 100 millió dollár kell egy kilométernyi szakasz megépítéséhez, mint tőkeköltség, addig ez a Skyway magas vezetési pályával 7 millió dollárból megoldható. Mire még figyelmet fordítani, gördülállomány befogadó képessége. Egy szerelvény a metrónál legalább 5 vagonból áll, vagononként 100 vagy több ember, viszont a peron hossza emiatt legalább 150 méter. Ugyanakkor a Unibike, ami két utast visz, a Unicar ugye modulonként 6 utast, a Unibus 14 vagy 24 utast visz. Ehhez összvisz eszközönként 6 méternyi
peron szükséges, ami jóval kisebb, tehát jóval kisebb költségből egy állomás megépíthető, és a forgalmi kapacitás, szállító kapacitás pedig az eszközök sűrűségével érhető el. A maximális sebesség nem olyan nagyban különbözik, hiszen a metróval akár 110 km per órát lehet elérni, persze nem Budapesten, hanem a pesti metróról szól. Addig a Skyway szállítási technológiával 150 km is elérhető. Viszont az átlagsebesség látható, hogy jelentősen különbözik, hiszen a metró szerelvény nagy tömegű, nagy járműről van szó, ennek a felgyorsítása, megállítása időt vesz igénybe, ezáltal csökken az átlagsebesség. A metró szerelvények 2-8 percenként tudják követni egymást, addig, amíg egy unibike vagy unibusz 15-20 másodpercenként, viszont elméletben, tehát a technológia szerint akár 2 másodpercenként is követhetik egymást a járművek. Egy metró megépítésének megtérülési ideje 40 év, és vagy annál több is, addig egy Skyway technológiánál 5-7 éven belül megtérül a projektbe történő befektetés. Milyen gördülállománnyal, hétköznapi néven járművekkel rendelkezik jelenleg a Skyway úrszállítási technológia? A Unibus U4 210-es, ez egy fénykép, felhívnám rá figyelmet, tehát ez egy megépített létező jármű. Ez egy 14 személy szállítására alkalmas jármű, amiben két ülőhely van kiképezve. Vannak, akik ilyenkor felszoktak háborodni, hogy miért csak két fő. Hát azért, mert hogyha belegondolunk, hogy ez a jármű nagy sebességgel küzd, hát mondjuk így küzdülete teszi meg az utazási távolságot, nincs szükség arra, hogy leüljünk. Szergei Szibíri akkor mindig azt a hasonlatot szokta erre mondani, hogy a liftben sem szoktunk leülni, ott sincsenek ülőhelyek, hiszen az utazási idő rendkívül rövid. Nincs értelme erre a rövid időre ülőhelyeket biztosítani, ülőhelyet azoknak kell biztosítani, akiknek erre fizikai okokból, egészségi állapot, fogyatékosság vagy bármi más miatt szükségünk van. Néhány technikai adat látható ezen a dián. Ezek a képek PDF formájában a Skyway Hungary Facebook csoportban megtalálhatók, letölthetők, illetve felhasználhatók. A következő jármű a Unibike, az U4621-es, ez egy kétszemélyes szállítóeszköz, amelynek akár turisztikai, akár sport célja is lehet, különböző megoldásokat dolgoztak ki. Ez egy rendkívül könnyű jármű, amivel akár 150 km per órás sebességet is el lehet érni. Ez a Unicar U4430. Annak ellenére, hogy ez egy grafika, gyakorlatilag ez a jármű létezik, hiszen ez az úgynevezett 6 személyes modul, és pillanatra előreugranék, ez az úgynevezett U4430T3, amit nemrég mutattak be az Ecotechnoparkban. Ebből a modulból áll, három ilyen modul van egybe kapcsolva. Tehát ez az alapmodul, a 6 személyes szállító modul, mely létezik, és ebből képezték az U4430T3-ast, ahol három ilyen modul van összekapcsolva, és ezáltal már 18 személy szállítható. Az előzetes tájékoztatások szerint 6, akár 8 ilyen modul is egybe kapcsolható, és ezáltal már komoly szállítási kapacitás érhető el. Ezek az eszközök is ugyanúgy 2 másodperces időközzel tudják biztonságosan követni egymást az automatikus vezérlésnek köszönhetően. Ez pedig egy teherszállítási megoldás, az úgynevezett Unitruck. Ez egy ömlesztett tárosz állítására szolgáló modul. Kő, homok, bármi más beleöntve a megfelelő technológiával, technikával képes ezt szállítani, majd utána a megfelelő állomáson kiürítve leszállítja azt. Tehát ezek már megépült járművek, létező technikai eszközök, nem kitalálások, nem csak sima grafika, hiszen
erről a Unicarról egy előző díján már volt egy kép, és majd még lesz róla fénykép. Ezek léteznek, ezt a cég megcsinálta, ez be tudja mutatni, hogy ő ezt már a befektetők pénzéből megvalósította. Itt ezeken a képeken a Skyway kísérleti termelő üzeme és az ott folyó munkálatok, munkafolyamatok látható. Én abban a szerencsében részesültem, hogy május elején személyesen látogathattam el ide, és a Úr Technológiák ZRT vezérigazgatója, Nagyesda Koszereva vezetésével ezt meglátogathattam, körbe mehettem. Tehát amit itt a képeken láttunk, látható, személyesen láttam, ez valóban így van, létezik, dolgoznak gőzerővel, folyamatosan, és még hétvégeken is, hogy minél előbb a cég teljes mértékben ki tudjon lépni a piacra, és tudja értékesíteni az általa képviselt technológiát. Essen egy kicsit szó a korábban említett crowdfunding közösségi finanszírozásról és annak megvalósításáról, a befektetésről. A Skyway cégcsoportnak két fő befektetési partnere van, a Skyway Capital és a Skyway Invest Group. Mi most a Skyway Capital szervezésében vagyunk itt, így a Skyway Capitalről beszélnék most. Egy kis türelmet kérek, mert a szöveget közben elő kell keressem a háttérben. Tehát a Skyway Capital a Skyway cégcsoport befektetési partnere. A Skyway Capital a kockázati befektetési társaság egy önálló befektetési alap, nagy befektető, melynek célja a Skyway cégcsoporttal történő hosszú távú együttműködés. Az alap elsődleges feladata a befektetések bevonása az Ecotechnopark építkezésébe. A Skyway Capital egy kereskedelmi márkanév, a cég hivatalos elnevezése First Skyway Invest Group Limited. A Skyway Capital 2014. novemberében került megalapításra, és 2018-ra már több mint 300 ezer befektetővel rendelkezett. A cég a befektetési kockázatot diszkonta jutalmazza, erről ugye korábban beszéltem, ez az úgynevezett kockázati prémium. A közösségi finanszírozás webirodája a new.skyway.capital címen érhető el, és a belépő oldal úgy néz ki, mint ahogy itt ezen a dián látható. És akkor beszéljünk arról, hogyan lehet már azonnal a keresethez jutni, és ez nem más, mint a Skyway Capital partner programja. Ez azoknak szól, akit ez érdekel, ez nem kötelező dolog, hiszen mindenki kedve szerint hozhat erről a döntést. A Skyway Capital előzőkben említett webirodájában, a new.skyway.capital címen, a regisztráció, a belépés ingyenes és kötelezettségmentes. Tehát semmilyen kötelezettséggel nem jár az, hogyha valaki regisztrálja magát és belép. Ügyfél az a személy, aki beregisztrálta magát a Skyway Capital webirodájába. Ezáltal lehetősége van megismerkedni a Skyway Capital partner programjával, mely a gyors jövedelemnövekedés, a bizalmas és kölcsönösen előnyös partnerű kapcsolatokon alapul. Ezután döntést hozhat a befektetésről és a partner programban történő részvételről, melynek feltétele, egyetlen egy feltétele van, az elektronikusan elfogadott és ezzel aláírt partneri egyesség. A Skyway Capital a partnerprogram megvalósításához az MLM multilevel marketing értékesítési vállalkozás formát választotta, ahol az értékesítés a hálózatépítők által történik, az ismerősök felé történő ajánlás által. Marketingprogram összegző, a regisztráció pillanatától kezdve. Az első szint a minősítés első lépése. A minősítésben történő előrelépés feltételei, a személyes befektetések összege és a bevont befektetések összege az első szinten. A legkisebb befektetési összeg 15 dollár. Nincs szükség a minősítési szintváltásának megerősítéséhez, az automatikus. Magas, akár 18% jutalék szerezhető meg a közvetlen partnerek után, és 0,1-től 7%-ig terjedő jutalék szerezhető meg, a minősítési szintől függően a hálózatban különböző mélységekben található partnerek után. A jutalék kifizetés legmélyebb szintje a 24. szint. Nincs korlátozás a személyesen beívható közvetlen partnerek számában. A programban a korábban regisztráltak és az újonnan regisztráltak vásárlásait is beszámolják.
A bónusz jutalék kifizetése az úgynevezett bónuszszámlára történik, és erről a számláról lehet kivenni pénzt, amelynek a legkisebb összege 30 dollár. A részletekkel kapcsolatban keressék meghívó partnereket, szponzorukat, akik segíteni fognak Önöknek a helyes döntések meghozatában és a hálózatfejlesztésben. Ők azok a személyek, akik valószínűleg Önöknek ajánlották ezt a webinárt, ezt a linket, tehát forduljanak hozzájuk bizalommal. Néhány gyakran ismételt kérdés, ugye ez egy közismert fogalom, hogy gyakran ismételt kérdése. Összefogtuk egy csokorba a legtöbbször feltett kérdéseket, amelyeket a befektetők tesznek föl, és erre hivatalosan a Skyway Capital adott válaszokat. Hogy is hangzanak ezek? Első, befektettem a projektbe, mikor jutok belőle profithoz? A válasz erre a Skyway Capital részéről, profitot azután tud realizálni, miután a társaság kilépett a piacra. Ezek után lesz joga eladni a tulajdoni hányadait, vagy osztalékhoz jutni belőle. Ha azonnal szeretne profithoz jutni, akkor csatlakozzon a partnerprogramhoz a személyes webirodájában. Következő kérdés. Önök nem éppen az aktuális piramis játék? Kategorikusan kijelenthetjük, hogy nem. Befektetőket keresünk, és örömmel adunk nekik konkrét ajánlatot, nem csak ígéreteket, ahogy ezt mások teszik. Ahhoz, hogy a partnereink már ma is jövedelemhez juthassanak, előnyös partnerprogramot ajánlunk nekik. Sőt, maximálisan nyitottak vagyunk. Látogasson el az irodánkban, látogasson el az építkezés helyszínére, vagy bármelyik konferenciánkra, hallgassa meg webináriumainkat, ahol megosztjuk a legfrissebb híreinket, és elmondjuk a Skyway Capital életében zajló eseményeket. Következő kérdés. Mi a garancia arra, hogy nem csak összeszedik a pénzt és eltűnnek vele? Erre a választ a következőképpen adta meg a Skyway Capital. Mi a pénzt nem szépen őrizzük, hanem a Skyway projekt megvalósítására költjük. Mindig le tudják ellenőrizni, hogy hová és mire mennek a befektetései. Az egyes építési szakaszokról videó és szöveges jelentéseket teszünk közzé. A hivatalos weboldalon bármikor visszahívást kérhetnek, feltehetik az Önöket nyugtalanító kérdéseiket és részletes visszajelzéseket kaphatnak. Van-e garancia arra, hogy végig tudják vinni a projektet? A mi projektünk már tovább bejutott, mint bármelyik más. A tesztparkunkban már most valós unibuszok és unibike-ok közlekednek. Biztosan haladunk a projekt teljes megvalósítása felé, nem térünk el a kitűzött céloktól. Mikor lesz a részvényeik elsődleges nyilvános forgalomba hozatala a tőzsdén? Ez ugye angol rövidítéssel az IPO. Az IPO-t közvetlenül a tesztpark megépítése, a technológia műszaki engedélyeztetése, a már kitűzött szállítási és közlekedési célprojektek beindítása és az első nyereség megszerzése után valósítja meg a cég. Az aktuális eseményekről, az építkezés terveiről és annak menetéről a honlapunkon a hírek részben olvashatnak. Miért éppen most előnyös befektetni? Az Ekotechnopark építkezésének kezdetéig a befektetés kockázata érthető okokból meglehetősen magas volt. Egy ötletet finanszírozva csak kevesen kockáztatják a pénzüket. Tehát ezért a befektető bevonás a korai fázisokban jóval magasabb diszkonttal, mondhatjuk úgy jövedelmezőséggel jár, avagy kockázati prémiummal lettek honorálva. A komoly kockázat magasabb diszkontot jelent a tulajdoni hányadokra. A kockázat folyamatosan csökken, de a befektetések jövedelmezősége, ahogy korábban is, továbbra is nagyon vonzó marad. Ugye többek közt ez az árfolyam nyereség. Fektessen be a Skyway-be most, és a maximális kockázati prémiumot kaphatja meg a befektetéseiért. Nézzük, hogyan is állnak most a dolgok. Az Ekotechnopark első fázisa felépült, az egész világ látja, hogy a technológia működőképes. A projekt dinamikusan halad a teljes megvalósulás felé. Folyamatosan csökkenő kockázat a kockázati prémium csökkenését jelenti. A legjobb időben vagyunk, hiszen tényeket tudunk felmutatni, de ma már a kockázat csak az időtényező. Ezért azok, akik még most szánják el magukat a befektetésre, többet kaphatnak, mint azok, akik nem kívánnak kockázati befektetők lenni. Azok a befektetők, akik a kockázati prémium megszűnte után kívánnak befektetni, hiszen erre lesz lehetőségük, már csak a mindenkori piaci árfolyamon tudják majd ezt megtenni. A személyes webirodában kínált befektetési programok listájából azt választhatják ki maguknak, amelyik a legjobban illik az elképzeléseihez. Keressék szponzorukat, meghívójukat, hiszen ebben ők segíteni fognak. Nem előnyösebb esetleg valami másba befektetni?
Erre a válasz a következő. Mi összességében a húszállítás részleteiben pedig a Skyway perspektíváiról és lehetőségeiről beszélünk önöknek. Minden nap megosztjuk önökkel a híreinket és az eseményeinket. Minden lépésünk teljesen nyílt és nyomon követhető. A befektetési eszközök maximálisan egyszerűek és átláthatóak. Önöknek csak annyi marad, hogy válasszanak közülük. Tehát a választás az öné, résztvevővé válik, vagy csupán mások győzelmének nézője marad. Milyen eredményeket tud a cég bemutatni? Tekintsük át röviden, és itt felhívnám a figyelmet arra, hogy a bal alsó sarokban látható a Unicar fényképe. Ez egy kivágott kép, azért tűnik olyannak, mintha ez egy grafika lenne, de ez egy valódi fénykép. A merevítő rudas rácsos tartószerkezetű pályán közlekedik, ugye felsőséges megoldásban. Tehát az Ecotechno Park a Skyway technológiai bemutató és tesztkomplexuma első fázisa felépült. Itt kerül bemutatásra a húszállítás minden formája és lehetősége, valamint itt történik az elsődleges műszaki tanúsítás is. Megépítésre kerültek a könnyű, merevsínes városi pályaszakasz, belőbogú függővasúti pályaszakasz, merevítőrudas magasvezetési pálya, ami a kétsínes szállítás, és a nagysebességi pálya a gyorsító szakasza is egyben. 2018. augusztusáig még meg fog épülni. Merevítőrudas teherszállítási pálya, a teherszállító szallag, a könnyű, merevsínes városi pályaszakasz könnyített szerkezetű változata, mely változatlan terhelhetőséget biztosít kevesebb anyagmennyiség felhasználásával és olcsóbb kivitelezhetőséggel. A gördőállományra köznapi nyelven a járművek közül elkészültek a következő működőképes ipari mintadarabok, melyeket már ugye bemutattam, a Unibike U4621, a Unibus U4210, a Unibus U4220T2, ez a 24 személyes, a Unicar U4430T3-as, amiről az előbb beszéltem, és a Unitrack U4131-es jármű. Ezen kívül a cég fel tudja mutatni a saját fejlesztési motorkerekét és a saját fejlesztési villanymotorját. Saját tulajdonú gyártóüzeme van a cégnek, melyet bemutattam, tehát ez saját tulajdonban van, és a legkorszerűbb berendezésekkel van ellátva. 2018. augusztus 4-én az Ecofest 2018-on be fogják mutatni a világ legnagyobb saját tervezési drónját, ami több mint 1 tonna teherbírással fog rendelkezni, erre lesz képes. Ezt arra tervezik, hogy olyan pályaszakaszok megépítésénél használják, ami nagyon nehezen megközelíthető, többek közt hegyi, domb vagy esetleg vízparti szakaszokon. Saját fejlesztésű, elektromos meghajtású autót fognak bemutatni az Ecofesten a kerekes székesek számára. Junicki úr szívén viseli a mozgáskorlátozottak szempontjait, illetve kéréseit, és nekik ígéretet tett, hogy ki fog fejleszteni és létrehoz egy ilyen autót. Ez egy egyedülálló lesz, nem csak egy egyszerű kis elektromos meghajtású autó. Várjuk ennek a bemutatását az Ecofest, aminek az a lényege, hogy a kerekes székes anélkül, hogy át kéne szállnia a járműbe, a saját kerekes székén, mint egy begördülve a járműbe, rögzítve magát, egyből tudja a járművet irányítani. Mit tud még a cég felmutatni? Sikeres volt a megjelenés a nemzetközi közönség előtt az Innotrans 2016-os kiállításon, ez 2016. szeptemberében volt, ahol először mutatkozott be a nagy publikum előtt a U4621-es Unibike és a U4210-es Unibus. 2017. február 22-én háromoldalú befektetési megállapodás került aláírásra az indiai Jharkhand államban 922 millió dollár értékben. 2017. márciusában a Eurasian Rail Skyway System Holding Limited részvényeinek ISIN kódja megjelent az ISIN.org adatbázisban. Ez ugye a teljes átláthatóságot hivatalos megjelenést jelenti. 2017. május 5-én együttműködési megállapodás került aláírásra az indiai Himachal Pradesh állammal, Dharamsala város közlekedéséről és egy ottani ekoteknopark építéséről. 2017. december 22-én sikeresen zárult az U4621-es Unibike és az U4210-es Unibus műszaki engedélyeztetésre, és kiállításra kerültek a műbizonylatok. Innentől kezdve személyeket is szállíthatnak ezek a járművek az Ecotechnopark területén.
Sikeres üzletfejlesztés áll a cég mögött, illetve előtt. Indonéziában, ahol is megalapításra került a PT Skyway Technologies Indonesia. Aláírásra került egy együttműködési megállapodás a Jarompor Development és az Indonesia Infrastructure Society cégekkel Indonéziában. A Jarompor Development egy 10 kilométeres Skyway teherszállítási pályát szeretne megépítetni a Jarong Seaport kikötőben. Jelenleg a Skyway Indonéziában már több mint 10 projekten dolgozik, melyek teljes költségvetése eléri a 42,5 millió dollárt, és a tervezett pályák teljes hossza meghaladja a 4100 kilométert. Sikeres részvétel és tárgyalások zajlottak a Future City Show-n Dubajban, az Egyesült Arab Emírségekben, az április 9 és 11-e között zajlott, melynek eredményeként a 11. fejlesztési fázis átugrásra került, és a 10-ből egyből a 12-ből léptünk át. Több tudományos és felsőoktatási intézettel együttműködési megállapodásra kerültek aláírásra, tehát a tudományos műszaki területen is a cég ott van, tartja kapcsolatokat és terjeszti a technológiát. És nagyon fontos, hogy többek közt a, magyarosan mondom, a ISO 9001-2015-ös nemzetközi szabvány mellett a cég több fontos minősítési procedúrán átesve fontos minősítéseket szerzett meg. Ezzel ugye a nemzetközi piaci megjelenés elé, mint egy menve, hogy ezt biztosítsák, illetve megkönnyítsék. Tehát egy szóval, legyen ön is a Skyway befektetője, hiszen ez egy, annak ellenére, hogy kockázati befektetés, egy rendkívül perspektívikus befektetés, ahol a legkisebb mértékű befektetés és többszörös megtérülést hozhat. Természetesen az idény tényező közrejátszik, ez nem egyik napról a másikra fog lezajlani, viszont aki ebben bízik és hisz benne, az mindenféleképpen rendkívül jó haszonhoz fog jutni. Ezáltal mind a közel, mind a távoli jövőben egy biztos alapot tud magának biztosítani. És mivel a részvények örökölhetők mind gyermekeinek, mind unokáinak, egy biztos anyagi alapot tud ezzel teremteni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, ennyi volt a mai webinár, és a kérdéseket a cseten keresztül lehet feltenni.